zenele játszó szoftverből MP3-okat lehetett. Akár sorba rendezve, hogy látjuk itt mögöttem a kis ugye, illusztráción is, egy playlist berendezve, akár sorrendben, akár össze-vissza le lehetett volt benne, tehát így van. Tudtál a hangokon állítani közép, mély, magas természetesen, és hogyha már én megragadtam a szót, akkor meg a Wendy is említette azt a bizonyos intrót, akkor most így megpróbálom bejátszani nektek, hogy halljátok. Ne tedd közel annyira, mert akkor recsegni fog, de jó. Na. Tehát igazából ez volt a vine. Tehát amikor föltelepítetted a vine, és az első elindulás. A jelentés, amikor... ne firtassuk, jó? Amit hallottunk. Hát, igen, nem véletlenül nem mondtam ki rendben. Na, és tehát miért ne... érdekes ez a történet egyébként a Winamp számunkra? Mert hát sajnos egy pár évvel ezelőtt bejelentette a Nullsoft, hogy igazából... Van egy porsák nélküli porciót kaptam, és írtam, ami nem pretett van. Terminátor? Gergő, nagyon pöröksz, hát hagyd már végig mondani a gondolatot. Tudom, hogy én szoktam sokat pofázni, és te nem tudsz megszólalni, de ma annyit beszélsz, hogy konkrétan egy mondatot nem tudok végig mondani, mert beleszólsz. Kimenjük erről a hírra? Nem, csak mondjuk már két szót erről, hogy gyakorlatilag ugye pár évvel ezelőtt, egész pontosan ilyen 5-6 évvel ezelőtt verzió, hanem egy olyan verzió, egy ki nem adott verziót mégiscsak ki fognak adni, és ez a hír ennek kapcsán, ugye a RadioMe, akik birtokolják jelenleg a Winamp-nek a licenszét, ők fognak kiadni egy új főverziót ebből. Az ezred forduló legnépszerűbb alkalmazásáról van egyébként szó, és megújult formában fog visszatérni, de ugyanakkor a gyökereit meg fogja őrizni a készítők szerint. Így például a Winamp 6-os verziója felhő szolgáltatás integrációval fog érkezni, de természetesen a helyben tárolt zenéket is le fogja tudni játszani. Tehát magyarul gondolom én, vagy Google Drive kapcsolódási lehetősége lesz, vagy ugye OneDrive, vagy Dropbox, vagy akár Spotify, vagy bármi.